Jó, hogy elkészült ez az elemzés, mert éppen tegnap olvastam egy másik felmérést, igaz, azt az Euróbarométer készítette, és ez szerint a magyar társadalom nem éppen szolidáris az ukrán háború áldozataival. Hát akkor igaz, hogy ők mondjuk nem fektetnek, vagy nem állítanak számokat emögé, a megállapítás mögé, akkor most tegyük helyre ezt a dolgot, hogy önök mit látnak. Azért is volt örvendetes látni ennek a kutatásnak az eredményeit, mert pontosan mutatja azt, amit egyébként éreztünk a háború kitörése óta, azt, hogy igenis a magyarok segítőkészek, és egy emberként álltak az Ukrajnából menekülő rászorulók mellé. Tehát látjuk azt, hogy valóban a magyarok közül minden harmadik valamilyen módon segítette az ukrajnai menekülteket, vagy adománnyal, vagy akár önkéntes munkával. Tehát azt gondolom, hogy ez kifejezetten egy nagyon jó eredmény, hiszen nem hiszem el, hogy sok olyan más európai ország van, ahol az állampolgárai közül minden harmadik valamiféle segítséget nyújtott, úgyhogy látszódik, hogy mi magyarok igenis kiemelkedünk, amikor segítségnyújtásról van szó. Hát három dolog hiányoznat, vagy három dolog miatt lehetne talán az embernek hiányérzete, amikor ezeket a számokat hallja. Például az, hogy maguk az érintettek, mármint nem természetesen nem a szerencsétlen ide menekült emberek, akik nagyon hálásak minden felkínált segítségért, vagy kinyújtott jobb kézért úgymond, hanem például az ukrajnai vezetés egy kicsit markánsabban megfogalmazná a sok kritika mellett a köszönet nyilvánítását kifejezni. Ugyanez talán az Európai Unió részéről sem lenne elhanyagolható, rendre kifejlejtik Magyarországot, és most nem csak az anyagi dolgokról beszélek, hanem a verbális eszközökkel élve, ami úgymond ingyen van, nem nagyon kapunk dicséretet, és akkor most az amerikai vezetésről ne is beszéljünk, ugye Joe Biden felesége éppen mostanában látogat Európába, Magyarországot látványosan kihagyja, miközben éppen azokat az országokat volna célja meglátogatni a programja szerint, akik kiemelten részt vesznek az ukrajnai menekültek megsegítésében. Ez azért egy kicsit igazságtalan dolog. Igen, tulajdonképpen ez a magyar emberekkel szemben egyfajta, talán mondjuk fogalmazunk úgy, hogy tiszteletlenség, hiszen tényleg, ahogy mondtam, a megkérdezetteinek a 31%-a mondta azt, hogy valamilyen módon segített. Egyébként láttuk azt, hogy 58% pénzadományt nyújtott, további 40% mondta azt, hogy valamiféle egyéb adományt, például élelmiszert vagy ruhákat küldött a menekülteknek, és egyébként azok, akik segítettek, azoknak nagyjából az ötöde, 18% mondta azt, hogy egyéb módon önkéntes segítőként is részt vett a segítségnyújtásban, a legtöbbjük egyébként a kiemelt karitatív szervezetekkel, a segélyszervezetekkel együttműködve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre nagyon büszkék lehetünk, és nyilván nem politikai megfontolásból segítenek a magyarok, hanem egyszerűen emberiességből. Úgyhogy ez az a segítség, amelyre továbbra is szükség van. Látjuk, hogy továbbra is sok ezren jönnek át minden nap a határon Magyarország felé Ukrajnából. Mi magunk is tapasztaljuk a határokon is, illetve akár a Bokcsarnokban kialakított tranzitközponton, hogy érkeznek a menekültek, és bizony szükségük van arra, hogy mi ott álljunk mellettük. Ezért bízom benne, hogy az a fajta lelkesedés, amelyet tényleg tapasztaltunk, vagy illetve az a fajta segítőkészség, amelyet tapasztaltunk a háború kitörésekor, én bízom benne, hogy ez továbbra is fennmarad, és továbbra is lesznek olyan emberek, akik akár adománnyal, akár önkéntes segítséggel segítik ezeket az embereket. Még arról beszéljünk, hogy azok, nem tudom, van-e erre vonatkozó információjuk, hogy ugye benne van a felmérésükben, hogy akiket megkérdeztek azzal kapcsolatban, hogy vajon Magyarország mennyire teljesít jól az Ukrajnából Magyarországra menekülők megsegítésében, akkor 13%-uk elégedetlen volt. Azt lehet tudni, hogy ők mire alapoz, vagy mivel elégedetlenek? Tehát, hogy mit csinálunk rosszul, hogy kevesen veszünk részt a segítségben? Nem elég pénzt, nem elég élelmet adunk? Vagy mire vonatkozhat ez a kifogásuk ön szerint? Ugye itt alapvetően arra kérdeztünk rá, hogy szerintük a kormány megfelelően kezeli ezt a helyzetet, és azért láttuk azt, hogy akik erre negatív választ adtak, azoknál a politikai hovatartozás tekintetében inkább olyanok mondták ezt a választ, akik nem szimpatizálnak a kormánnyal, de azt gondolom, hogy az, hogy összességében viszont 77% azt mondta, hogy elégedett azzal,
ahogy a kormányzat kezeli ezt a helyzetet, az mégiscsak azt mutatja, hogy az a fajta szervezettség, az a fajta koordináció, ami most már nagyon hatékonyan működik, az bizony megfelelő és tényleg egy jól működő rendszert mutat. Egyébként éppen tegnapi hír, Szijjártó Péter Varsóban ugye részt vett az Ukrajna megsegítéséről szóló donor konferencián, és a külgazdaság és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország egyrészt Ukrajna mellett áll, az ország szuverenitását támogatja, békét szeretne a térségben, és egyáltalán nem utolsó sorban 37 millió euró értékben ajánl segítséget Ukrajnában. Egy ötelemből álló segítséget sorolt fel a tárca vezető, ebben benne van egy iskola és kórház építésében való részvétel, és még sok más dolog, amit most az időrövidsége miatt nem tudunk felsorolni. Minden esetre érdekes lenne, hogyha megint végeznének egy felmérést, akkor mondjuk ezután pár héttel változnának-e ezek az arányok, amit az imént elmondott. Készülnek egyébként majd további elemzéssel az ukrajnai helyzettel összefüggésben? Igen, tervezzük, hogy ezt figyeljük. Azt is egyébként megkérdeztük most ebben a kutatásban, hogy mennyire vannak tisztában ezzel a magyarok, hogy egyáltalán hányan érkeztek eddig Magyarországra, Ukrajnából, és úgy tűnik, hogy elég jól tájékozottak, hiszen nagyjából 60% tudott arról, hogy már 500 000 fölött van a menekülteknek a száma, egy harmaduk azt is tudta, hogy már 600 000 felett. Ami egyébként még izgalmas volt, hogy azért vannak nüansznyi különbségek a különféle társadalmi csoportok között, ki hogyan segít. Azt például említettem, hogy akik cselekvő módon önkéntes segítőként részt vettek a munkában, ők inkább a középkorosztályból kerültek ki. Az is látszódik, hogy a nők között kicsit többen voltak, egyébként 36%-uk, aki azt mondta, hogy segít, a férfiaknak 25%-a, ami talán összefügg azzal, hogy mégiscsak asszonyok érkeznek gyermekekkel, és hát a nőket, a női empatikus készség, a női szolidaritás, és hát egyáltalán az, hogy az édesanyák alapvetően békepártiak, a nők a béke mellett állnak, azért ez megmutatkozik abban, hogy a ő körükben kicsit többen voltak, akik segítettek.